Ki is nyomtam. Oké. Na lássuk. Hetes csata Jagdpanterrel. South Coast-on. Ez jónak tűnik. Nem fulles a páncer, se fel. Éppen most vettem meg, egy jó része ki van fejlesztve, de nem teljesen. Free XP-ben megvettem, mert nem volt kedvem szórakozni az előtte lévőkkel nagyon. Na. Srácok, akik nézzétek, milyen a stream. Működik a dolog? Hang, minden rendben van? Király. Szuper. Na hát akkor hagyjuk, hogy a... Látjátok, megint Szocsával és Mirazsannal játszok, csak éppen most nem vagyunk be lépve Skype-ra vagy Raid Call-ra. Úgyhogy most én egymagam fogok dumálni és hagyom, hogy ők meg arra menjenek, amerre szeretnének. Azt hiszem, hogy egy kicsit lemegyünk ide, most nem figyeltem, merre megyek. Azt mondja, hogy itt egy kicsit körülnézünk. Ups. Látom, én egy kicsit lagom van, kicsit följebb állítottam még a streamet a War Thunderhez képest. Lehet, hogy vissza kell vennem egy picikét. Ugye az A20-as rendesen előre ment. Ez egyszer is. Valaki lövi a tigrist. Nagyon rossz az ágyas ügyedése a Jagd Panthernek. Az igazság, hogy nagyon tetszett ez a tank, amikor megvettem, vagy mielőtt megvettem. És élőben is nagyon-nagyon állat volt, fantasztikusan néz ki. De mióta játszok vele, annyira nem győzött még meg úgy igaziból. Ezt egy kicsit sajnálom is. Aha, azt hiszem, hogy itt fölöslegesen nézelődök. És megyek a másik irányba, bár szerintem a helyeket szétkapja, mire odaérek. E25-ös feje fölött el tudok lőni talán. Kis lapos. Aha, szuper. Pont elől látok felette. Csak az a kérdés, hogy jön-e itt valaki. Micsoda árti lövés. Lefulladt a motorom, azt mondja, ez kicsi. Óha, itt elég nagy bal... persze gondoltam volna, hogy eljöttem onnan kapásból, kitört a buli. Azt a mindenit, mi van ott. A srácok nem viccelnek. Azt hiszem, hogy át is jöttek rendesen. Wow. Hello. Á, pont nem látok rá. Hűha. Azt hiszem, hogy Szocsának kell megoldania. Na hát megint eljöttem onnan is éppen. Oké. Gyere csak ki, gyere csak ki. Ó, lent van. Na hát ez eddig teljesen rosszul megy. Hogy ez lenni szakadt minden stream elején. Ezt megfigyeltem. Véletlenül sem mennek jól a meccsek, hogyha streamerünk. 2-4. Ez eddig nagyon nem jó, és igazából semmire nem tudok konkrétan segíteni. Na, a szuszáld is talán jó helyen van. De nem. Wow. Ez gyorsan szét lett kapva. Ezt a srácot. Á, meg fognak látni. Az igazság, hogy még nincs a hatodik érzékem ez a tank, hogyha nagyon óvatosan kell lennem. Mit csinálnak, és megint... T-29 is pont átment ott. Jó, hát ez így pontosan lehet a legrosszabb, ami történhet. Legalább már tényleg ezért dolgot, hogy meg 2-200-at magának. Viszont egyelőre még nagyon-nagyon rosszul állok itt. Ajaj. Na igen, hogyha most a T-29-es kidugja az órát ott, akkor talán tudok valamit tenni. Így van. Nem tudom, ki van mögöttem, de menjen el innen. Ezt kell, hogy mondjam. Oké. Menj innen, öcsi, menj innen. Hozzuk. Hoppá, ez fölé ment. Na hát. It's time to move, ezt mondja Szocsa. Már késő, konkrétan. Ez a T-29-es még le tudom kapni.
Disclaimer-ről, hogyha bejön a toldát. Na, ezt hiszem ki is megyek. Csak a másik oldalon be fognak jönni. Van egy T25 AT is, az a nagyobb baj. Reméljük, hogy már itt van. Így, na most inkább elmegyek innen. Kinézzünk itt oldalt, hát találok egy T25 AT-t. De nem találtam. Jó, akkor inkább felmegyünk. Kihasználjuk a mobilitásunkat. És nem, hogy hátam mögé kerüljön a T25-ös. Egyelőre tartják ott, hogy inkább nem megyek el innen, mert ha mögém kerülnek, az nem lesz jó. Ouch, azt mondja az EC. Így van, ez bizony ouch. Hoppá, azt hiszem találtam egy ilyest. Máté pedig nagyon extrém helyen áll. Azt ott fiúk, azt ott. Az alapágyúval lövöld? Ez itt tűnik, hogy igen. Jó. Ah, itt van a T25. Ojjaj. Ez már is bajban vagyunk. Vagy éreztem, hogy az lesz. Kicsit lagolunk is ráadásul. Ah, nem mondja komolyan, hogy ez lepattant. Nem mondja komolyan, hogy ez lepattant, de ez igazából nem pattant le. Ez kéne kis segítség, srácok. Szomor igazság. Ez a vágyis ügyedés nagyon jó, az anyám meg bicik vacak. Azt hiszem ebből balhé lesz. És ez is le... Ouch. Most egyet le tudnék pattintani, ez az. Akkor most rámászunk a srácra. Jaj, kis szerencsére, ez az. Ez ideig jó is lesz. Na most vannak a problémák. Most egy lövés vagyok egy ilyesnek. Reméljük, hogy Mátorék itt meg... ott a jákpantér téma, ez kicsi sok lesz így. Egy izgalmas meccs. Ajaj, azt hiszem, hogy kezdjük elveszteni ezt az izgalmas meccset. Na, gyere csak, gyere. Azt nem hiszem el. Na, gyertek csak fel. Aztán minden itt. Ezt a pehjet. Na, gyertek fel. Meg kell támadnom őket. Fene megette. Pont nem jön neki annyira, és így most elvesztettem. Na jó, inkább vissza. Ó, te jó ég, most már meglátott késő. Végem van. Ezen felgyulladhatod volna. Talán, hogyha lepattintok egyet. Hát sajnos. Ennyi volt. Megpróbáltuk, de hát... nem jött össze. Hát ez a VK nem pattant le. Talán. Hát 2300-at sebeztünk. Egész jó. Elvesztettünk. Lehetett volna jobb is. Menjünk valami viccessel. Mondjuk ezzel. Hoppá. Ó, akkor csak ettel leszünk, úgy tűnik. Egy nagyon picit lövök a streamer, remélem, hogy meg tudom változtatni menet közben a beállítást, hanem akkor egy pillanatra el fog menni talán. Azt mondja, hogy... Oké. Reméljük, hogy ez így most jó.
Na hát az elvileg egy könnyű meccs lesz. Mondjuk az akadályon, hogy ne tudjanak elbújni meg az NFL-ek. Érdekes, hogy War Thunderbe tudtam úgy játszani, hogy abszolút lagmentesen még a VOD-ban. Ha a legkisebb minőségre állítanám a streamet, akkor is lagolna tőle, csak nem tudom, hogy miért. Érdekes. Egyébként csak kíváncsiságból is észrevettetek, hogy a vasárnap a legrosszabb a volt játékhoz. Hát általában ilyenkor vannak a legrosszabb csapattársak és a legrosszabb meccsek, nem tudom, hogy miért. Néha persze ilyenkor lehet egy nagyon epikus meccset játszani. Épp azért, mert annyira elképesztőek a társak, illetve az ellenfelek, de valahogy a vasárnap nincs sok volt szerencsés nekem. De talán majd most. Mire ide fölérünk, a dűrök hamet lemészárolja ezt a sörment. Azt a mindenit, egy kicsit komoly erőkkel támadunk ott alul. Még egy ilyen nagyobbra visszük a térképet. 5 meccs után inkább fagytam. Igen, ilyen is szoktam lenni néha, csak az ember olyankor már nem akarja abba hagyni, hogyha annyira rossz. Az előző végül is nem volt annyira rossz, csak... gyere csak ide. Easy 8. Van ott még valaki mögötted? Mi lesz, hogy kommentan intézik? Ú, itt a helyeket. Kicsit orrébb húzunk és... hát ez is komoly! Ez most komoly! Nagyobb volt a lövedék, mint a tank. És ennek ellenére csak a láncát dobta le, hát ez hihetetlen. Élete mákos pillanata volt ez a helyeketnek. És... most nem tudom, hogy miért nem lőtt a tankom. Pedig nyomogattam a gombot. Hát ez... ezt nem hiszem el, komolyan mondom, hogy ez a helyeket túlélte ezt a kis manőverét. Menjünk. Gézupon. Kamet csak megoldja ezt a helyeketet. Nem oldja meg? Nesze, 49 sebzés. Fantasztikus. Ez megérte ezt a hatalmas lövedéket kilőni. Na majd a VK-ba beledurrantunk egyet oldalról. Ne üljétek meg a VK-t, az enyém. Ops, ott egy árti mögöttünk. Ágyus ügyedés a köbön. Ne ég! Úristen, micsoda mészárlás. Szörnyű. Azt hiszem, hogy az ártit megoldják. Az ilyest szintén fölösleges is arra mennem. Tízba. Nagyjából ennyi is volt ez a meccs, azt hiszem. Ez a rossz, amikor ennyire jó csapatunk van, ennyi kék játékos egy csapatban, egyszerűen. Az ellenfél le van mészárolva, és alig lehet, csak futni kell a sebzés után. De legalább nyerünk. Nézzük a jó oldalát. És van 2 9-6-10 sebzés. Ez buris. Na, na, valaki egy AFK, akit lelőhetek? Senki? Senki? Ah, szégyen és gyalázat. Szégyen és gyalázat. Ott egy IS-3-os. Nem is fogok rájuk látni. De nem áll. Hupszi! Hát ebben belehúztam egyet. Csak a vicc kedvéért. Ez buris volt. Bocsik a kamec. Nem volt szándékos teljesen. És majdnem megint. Opszi! Még hogy volt annyi élet, hogy kibírta ezt a 800-as sebzést. Ó, te jó Isten. Ez kemény. Drága lesz ez a meccs, azt mondjátok, hát lehet? Nem baj. Nem baj. Nulla pénz. Nem is volt annyira drága, csak 8, mínusz 8000. Annyi még belefért. Annyi még belefért. Na, játszunk egy ilyest. Egy ilyest.
Pedig hogy örültem, a szép kis sárga számnak, 800-as, hoppá, hogy lehet ez, nem is volt annyi élet a Jack Panthernek. Nyernünk kell most egy kettőt, miért pont kettőt, atya? Hú, mi vagyunk a legnagyobbak. Kell, hogy nem a legjobb pályán. Igen, hát ez megint egy olyan meccs, hogy ezt csak-csak lehozzuk. Ilyenkor az emberek muszáj bemenni egyszerűen a... a városba. Mivel nehéz tankra, egyszerűen meg kell tartani a várost. A másik lehetőség az, hogy bemegyünk oda jobbra, ahova most mutatok, csak éppen az ilyes nem jó arra, mert nem lehet lefelé fordítani az ágyúját, és ott tele van minden dombokkal. Na, majd van éppen elénk TD-nk, majd ők megoldják ezt remélhetőleg. Melyik a legjobb pálya? Ezt nehéz megmondani, igaziból attól függ, melyik tankkal. Nehéz tankkal, talán azok a pályák a legjobbak, ahol sok a városrész. Tehát mondjuk Himmelsdorf nagyon jó például, mert nehéz tankok közelharcba jók, nem távolságra általában a legtöbb, és ezért az a legjobb, hogyha közel tudtok kerülni az ellenfélhez, és az akkor lehet, hogyha sok szoros kis utcácska van, meg épületek, ami meg be lehet bújni. Nyílt terepen a TD-k a királyok. Meg a... hát igen. Attól függ, sok mindentől függ ez is, például a dombos pályák azok az amcsiknek kedveznek, meg a briteknek, mondjuk. Úgyhogy tényleg nagyon sok mindentől függ. Áj, az a kocsi, de rossz helyen van. Mindig is utáltam, hogy ott van. Lehet, hogy előrébb kellett volna mennem egy kicsit. Ó, van egy hős ár elünk. Majd ő megmutatja itt, törj az utat. Kicsit kevesen vagyunk itt. Na, ára. Na jó, inkább kicsit közelebb menjek oda. És az baj, az otya már bebújt a templom mögé. Kicsit kilesünk itt. Kicsit veszélyes játék egyébként, de illetve zenefelek nem túl jók, úgyhogy nagyon kell félnem. Az igazság, hogy a TD-vel itt fel kell állni oda, ahol a mi TD-ink állnak, tehát ide. Ide. Visszatadják az ilyest. És kinézünk itt. Senki? Mi a fene? Ó, valaki csak találtunk ott egy pancer. Éjne. Szocsával egy kicsit megdolgoztuk ezt a pantert. Így ki tudunk törni a városból, az nagyon jó lesz. Húha. Komolyan. De szerencsés lennék. Agy is hülyedés, ne tedd ezt velem! Ne! Nem tudom annyira levinni a... hihetetlen. Átkozott orosz tank. Átkozott orosz tank. Na most, hogyha megpróbáljuk... aha. Oké. Okay. Ennyit megért nekem. Uj, uj, uj! Az Arctic szeretnek engem, úgy érzem most. Ezt a T20-est kéne egy kicsit itt megdolgozni. Hol vagy? Zöld még váltalak egy pillanatra. Aha. Ja, Pantheron intézve. Aha, oké, már látom is, hogy itt bizony a balra lesz a probléma. Júj, itt azért sokan vannak a fiúk. Aha. Finoman, ott egy helyeket. Ez a fal itt nagyon rossz helyen van. Úgy nem akarok ennyire előre menni. Nem szocsaján mögöttem, semmi van. Hol vagytok, fiúk? Kukucs? Kukucs? Senki? Csalódnom kell. Ez egy kicsi sokan vannak, földbe tudnak állni azonban, és nem jöttek be, nem szocsaik. Lementek volna? Vagy nehezett volna elképzelni, hogy mind lement. Aha, itt V20-as. És már látnak. Ó, te jó ég. Itt ez veszélyes játék lesz. Lesz neked. Nem tudom, mit akarsz. Húha, ez a helyket nagyon rossz helyen van. Oké. Okay. Ez jó, elbaltázta a helyket. Oj, ouch! Maradt 60 HP. Szia, VK! És komolyan kijössz, hogy nem így.
Mondjuk a srácok nagyon el vannak itt. Jó. De ez nem is szároltatni magatokat. Na most ennek a hullája pont jó lesz nekem arra, hogy kicsit megébb álljak. Szia, ilyes, maradj csak ott, ne menj el. Ne menj el, nézzük, hogy lehet mesterőzkedni az ilyes pók. Így. És megjutottuk, szia. Oké, ez meghalt. Ilyenkor integetni kell nekik. Persze nem élvezetek annyira, hogy a veletek történik meg, de hát ez van. Na hát azt hiszem a nagy mészárláson nem maradok ott, az ártik meghalnak. Good job, Platoon 2. What? Ja. Értem, hogy negatív értelemben. Fussatok, bolondok, Gandalf is megmondta. Aha. Megáll, miért áll meg? Oké. Okay. Ó, ott egy ilyes, abban még lehet lövöldözni. Ne menj el. Csak maradj ott szépen, úgy. Jó, sok XP. Maradj ott, dum. És ezt is felgyújtottuk. Látjátok, ezekkel az ilyeseket oldalról eltalálni. Tiszta buli. Hey, szotya elvitte. Elvitte a killemet. Legközebb lelőjük. Na, hát ez egy egész jó kör volt az ilyes, azt hiszem. 3500-es sebzés. Teljesen kellemes kör. ezer arany már, mint elnézést. Ó, és megvan vele a 100%-os legénységem. Na hát. Pillanat. Nézzük csak milyen skilleket kéne raknunk. Azt mondja, hogy javításunk már van. Azt hiszem... Az igény, hogy akarok a Brothers in Arms-ot, avagy sem. Azt hiszem nem. Nem különösebben, úgyhogy látótávolságot növelünk. Azt mondja, hogy... Dead Eyes teljesen jó, mondjuk. Firefighting annyira nem kell. Da Vinci Gun. Nagy a fene. Annyira igazából. Az igazság, hogy ez legtöbbet túlságosan fontosnak tartja a legénységi skilleket. Hogyha megvan a hatodik érzéketek, akkor onnantól kezdve már szinte minden megvan, amire szükségetek van. Az mindig jó olyan. Az annyira nem. Jó, nagy a fene. Legyen ez. Tehát igazából ez minimálisan befolyásolja, igazából a döntésetek befolyásolja általában, hogy... hogy hogyan játszotok, nem az, hogy milyen képességek vannak a tankon. Egy a fene, egy adrenalin rush, ez mindig jól jön. Oké. Na, és hogy ezen túl vagyunk. Akkor mehetünk még egyet az ilyesen. A következő körben megyünk egyet az objective-tel. Most valamiért Zotyának a csapattá, illetve szakasztársamnak két kört kell menni az ilyesen, és nem tudom miért. Hú! Egymás után kétszer vagyunk legnagyobb tankok. Ez kellemes. KV3-es, itt 29-es ellen vagyunk. Ah, viszont a rossz oldalán a pályának. Az igazság, hogy itt sokkal jobb helyzetben van az, aki innen fentről jön. Tehát innen fentről teljesen akadálymentesen be lehet jutni az épületek közé, még nekünk fel kell küzdenünk magunkat itt. És ez egy probléma. Tehát a lehető leggyorsabban fel kell jutnunk, és első nekik van egy Churchill GC-jük, ami azt jelenti, hogy valószínűleg valahol ide fog állni. Ide. És megpróbál bennünket innen le-snipe-olni. Így van, az Zotya mondja, nagyon gyorsan kell bejutni a városban. Tehát amint a városban vagyunk, benn vagyunk az épületek között, ott már egyenlő ezek az esélyek, de amíg fel nem érünk, addig az ellenfélnek előnye van. Ugyanakkor a másik oldalon, tehát erről az oldalról viszont a TD-ink itt a mi TD-ink vannak előnyben, szerintem. Tehát ezen az oldalon TD-ként jobb lenni, mint helyes tankként. A másik lehetőség az, hogy megállunk itt, és innen mesterlövészkedünk, hoppá. De azt a legtöbb csapata nem lehet megcsinálni, mert nem hallgatnak rátok. Tehát most ilyenkor megállhatnának a tankjaink mondjuk ott fent az dombon, és akkor ha az ellenfél kijön a városból, akkor ledurranthatnánk őket. Csak ez némi koordináció kell. Nézzük csak, ez jó, hogy a Cromwell meg az E25-ös már ott van előttünk, legalább felderítik nekünk itt a terepet, mire a nehéz tankjaink odaérnek. Az is fontos, hogy semmiképp ne menjetek ott, ahogy az út megy gyakorlatilag, azon a töltésen, mert hogy ott mentek, akkor oldalról. Hoppá, már a luxot is van, ott a T49-es, és ez azt jelenti, hogy látjátok, az E25-ös már rég is. Tehát amint felmegyünk itt, azonnal
kapni fogjuk az oldalunkba az áldást. Mindenképpen ez nagyon-nagyon veszélyes játék lesz így kimenni. De itt ne esélyünk, most hagyom Zotyát elmenni, mert még távolabb kell mennem tőlük. Oh, hi. Hát te mit csinálsz itt? Az Zotya ledurrantja. Tehát az a lényeg, hogy most kitettük az oldalunkat az ellenségnek, reméljük, hogy nem látnak el idáig. Ez az egy esélyünk itt most. Így még. És feljutottunk. Oh, elvesztettem az esélyemet arra, hogy egy nagyon jó kill-t szerezzek. Ezt meg nagyon elbénáztam. Húha. Na, így nem szabad ezt csinálni. És tök jó esélyeket rontottunk itt el arra, hogy megszerezzük magunknak a vezetést. Aha. Uff, egyre rosszabb. Nagyon-nagyon. Lemaradtam erről is. A Lux átment, mindenképpen nem kell a T25 után. Itt megint nagyon veszélyes átmenni, de nincs más választásom. Egyébként nem lát, na tessék, ezért veszélyes. És ezzel valószínűleg végül is a meccsnek kb. Itt a kb. 3 is jobb helyzetben van mindig. Most előtte magát jól láttam? Reméljük, mert ha nem, akkor itt most nagy idő van. Oké. Okay. Most arra kell figyelni, hogy elője magát, mert különböző, hogy kimegyünk, itt végünk lesz. T25-ös megölte magát gyakorlatilag, így van. Viszont ez most azt is jelenti, hogy én beledurrantatok egyet a... Ah, nem látom itt most. T25-ös legalább fedezéket biztosított nekem valamilyen szinten. Oh-oh. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Na és most innentől kezdve vége van a kávéjármosnak, egyszerűen nincs más dolga, mint ügyesen kimenni. És ennyi. Lelőttem a láncát, ennyit tudok tenni. De nagyon kéne Szocsa... Ó, és itt van egy komet is. Nagyon kéne Szocsa ahhoz, hogy segítsen. És ilyen más sem. Áh, nem tudom átlenni a kávéjármost előről így. És akkor teljesen az alját. Help. Ah, vége van. Ez nagyon-nagyon elbenászta a srác. Ah, nem tudok fordulni. Elkapott. Igen. És most meghaltam. Ha csak valaki nem durrantja le. Ah, igen. Túlságosan befordítottam. Na mindegy, egy igazából a kamerára nem sok esélyem volt. Innentől már. Így van, menjünk mással. Itt sajnos több különböző hibát is elkövettünk az elején. Nem volt nagyon rossz. Igazából ott átjöttem, aztán egy kicsit butaság volt. Azt hittem, hogy nincsenek ott a nehéz tankjaik meg. Na mindegy. Hát igen, nekem sem volt. Üdv mindenkinek. Az is, hogy nem nagyon szoktam bemenni szakaszba játszani, általában csak megszokott emberekkel játszunk. Majd valamikor egyszer talán csinálunk olyat, hogy egy streamen keresztül játszok szakaszban a nézőkkel. De azt hiszem, hogy nem ma. Ó, és meghalt az XP-emünk. Na nézzük csak. Mines. Azt hiszem, hogy a szokásos helyemre fogok állni, csak kicsit messze vagyok tőle, ez kellemetlen. És annyira nem fene gyors az object. És az object 704 az egy nagyon kellemes kis tank, ugyanaz az ágyú van rajta, mint az, mi az IS-152-n is, csak annyiban más leginkább, hogy egyrészt egy kicsit gyorsabban lő, meg pontosabb. Másrészt a tank egy néhány dolgot le lehet patintani vele, nézzétek, hogy milyen UFO-szerűen ilyen modern kinézete van. Csomó éles szögben álló páncélbemez. Úgyhogy... Amilyen barátságosak a csapattársaim. Ah, igen, a SUSZ 52 szerintem pont oda fog állni, ahova én is szeretnék. Remélem, hogy nem. Az a baj, egyszerűen nem elég gyors vagyok. Nem vagyok elég gyors, és túl messze voltam, túl messze kezdtem a kedvenc helyemtől ahhoz, hogy időben odaérjek a... Igen, ahogy lelőjek ilyeneket, mint ez a Leopard. Plusz a SUSZ 52-es beállt arra a helyre, ahol én is szeretnék. Ej. Na, ide! Miért állsz ide? Most aztán ki kell tennem magam itt a veszélynek, ahhoz, hogy... Legalább belőtte volna az álma egyszer ott áll. Oké. Hopszi, IS-8-os, az ott kicsit jó helyen van. Hogyha megpróbál átjönni ott... Megpróbál átjönni? Meg? Na, gyere kijebb egy picivel. 4-0! Igazán kíváncsi lennék az XVM-re itt most. Vagy vajon mekkora különbség a két csapat között.
Ez mit csinálod? Te jó ég. Te jó ég. Miért ment valaki oda egy IS-52-vel? Ez öngyilkos akart lenni, vagy mégis mi volt az elképzelés mögötte? Érdekes gondolat. Igen, ezt az IS-8-ot is kéne kicsit megregulázni. Ez a T-25, és ez mégis mit csinál itt? Igen, jobb oldalt nincs senki, ez viszont egy érdekes szempont. Ajjajaj, most nézem, hogy hirtelen cent is. Kiebb kell jönni ahhoz, hogy valamit tudjak ellene tenni. Hát ez... Ja, hogy ott egy szikra van. Haha! Oké. Okay. Próbálkozások nem volt rossz. Jaj, ott az IS-8 is, oké. Okay. Rálátunk? Nem. Miért nem? Jó lenne, ha rálátnánk. Gyere kijebb egy picivel. Ne bántsátok. Hagyjátok kijönni. Azt hiszem, hogy ez egy mészállása fog fajulni ez a meccs. Bocsánat, már mészállása is fajult. Azt hiszem, lehet a kis kb. Ez nem a legjobb kör lesz az objektel. Bár még el lehet rontani ezt. Ez elég ügyesek a csapattársaim, és simán elronthatják. Láttam, hogy már ennél jobb meccset is elveszítve. Ja, Leopard szórakozik. Hi. Ne! Ne, engedd ki, kérlek. Ne, állj elé. Ha, hát ezt nem hiszem el. Most komolyan. Között Leopard nem hagyja, hogy érvényesüljek. És most beáll elé. Hát ezt nem hiszem el, komolyan ezt a srácot. Áh! Most tudom, hogy nem tudja, hogy én mit akarok csinálni, de azért baromi idegesítő, amikor pont a lövésem elé jár. Áll. És most a cent. Teljesen feleslegesen jöttem fel ide. A Leopard elintézi. Nézzük csak. Hát ez viszonylag veszélyes, csak azért, mert... Aha. Persze pont nem látok rá. Oh, hi. Így nem. Na most valószínűleg a TD pozícióban fent van valaki. Ez a... 9-es szintű német. Csak itt tipre. Tere pont elmegy, és most felülről kapja az eldest, csodálatos. Ez a baj egyébként az objektet, tehát hogy ilyen meccsben, ahol egyszerűen rohanni kell a killek után, nem elég gyors, tehát egy Leopard az ezerszer jobb erre a feladatra. You killed your brother. Igen, a kistesómat. Megöltem a kistesómat. Családon belül maradt az erőszak még. Kinevettem. És komolyan elhibázta az M44-est. Juhuhuhuj! Alig látszott ki valami és mellé lőttem. Nem baj, Leopard elintézi. Mondom, a Leopard elintézi. Hello! Ne szórakozz. Most én fogok meghalni miattad? Nem áll. Oké. Okay. Itt az 75-ös. Még egy lövést talán lehetne küldeni, hogyha nem. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy nagyjából ennyi volt a dolog. Na, lőjétek lesz az 75-est. Oké, okay, az atya elintézte. Aha. Hát ez a rac, ez alig többet csöböztem, mint a saját életem. Kicsit kellemetlen. Mehetünk esetleg még egyet az objektel, mert ez nem volt túl barátságos meccs. Na. Mi a helyzet, zotya? Aha. Oké. Okay. Hát igen. Meg így is egész jók voltunk, mi voltunk a 3-ban.
Ez egy szörnyű rossz meccs volt különben. Tehát az ilyenek megint... Van már valami tízes TD-d? Nincs. Nincs. Most egy csomó tízes... Egy csomó kilences TD-n van. Tízes még nincs. Az egyetlen tízes tankom jelenleg van az a T-115. Az amerikai nehéz tank, és nem igazán játszok vele. Az elején elég rosszul játszottam, illetve eléggé rossz meccseim voltak vele. Aztán azóta nem is nagyon erőltettem, megvárom, amíg Szocsai kiszereznek egy tízes tankot. És majd akkor írtunk egy kicsit. Illetve leginkább a TD-ket szeretem, és azért megvárom, amíg tízes TD-m lesz. Azt hiszem. De az is, hogy a tízes meccsek annyira nem szórakoztatóak, szerintem a 9-es tízesek annyira nem jók, mint mondjuk a 6-tól 8-ig. Kicsit... hogy mondjam, tehát a 10-es TD-k elég elrontják a dolgokat. Hatalmas sebzés, tehát az, hogy az ember megy és hirtelen az élete kétharmada eltűnik a semmibe, mert mondjuk egy jágpáncél ránézett, az kicsit kellemetlen. És ez már igaz az objektre is valamilyen szinten, tehát hogyha az object valamit eltalál, mondjuk egy 7. szintű tankot, gondoljatok bele, tehát mondjuk egy T-29-est orba lő egy object 704, akkor az a T-29-es a meccs további részében már nem nagyon fog hozzátenni a meccshez. Most ez a srác ez mégis mit csinál? Jézusom, 48%-os. Oké. Okay. Ezért mindig szerettem. Tehát egyébként ez jellemző a... Nem túl játékosok, hogy vezetésen nagyon szeretnek megtanulni. A gyors panterrel miért is ne blokkoljuk a viszonylag lassú Object 704-et? Azt hiszem bárkos szokás is helyre. Látszik, hogy Szocsa előre megy. Lesz mire lőni. Nem szeretem ezt a pályát mostanában. Az igazság, hogy elég... Nagyon kiemperős és... És nagyon-nagyon veszélyes, és nagyon-nagyon a scoutok döntik el. Kimegyek az veszélyes lesz. Nincs is értelme egyelőre. Hát, eltaláltuk, kérdés összesebeztük-e? És a válasz az, hogy... nem tudom. Jó, ha még egyszer megmutatnátok, tök jó lenne. Itt vannak a szabadban. Ez az E75-ös átjött. Ó, most a Máté is velünk van, nem is vettem észre különösebben. Hoppá. Lelőttem a láncát. Ekkora makker. Ó, ott egy object. 504-es. Érezzük a fiúknak, hogy őt akarjuk lőni. Ó, ne menj el, maradj ott. Fú, ez nagyon mellé ment. Ezt tudom mindenit. BL10-es ágyú, néha halálpontos, néha... Néha halálja, hogy mennyire nem pontos. Jaj, tölts, tölts, ne menekülj object 704, maradj ott. Ne. Ki fog jönni ott? Ez olyan butus. Nem, nem. Az a baj, az E75-ös meg fog bennünket látni, hamarosan át fogott jönni, és... ez az IS-3-os, de jó lenne. Ne állj meg! És megint! Miből vannak ezek az IS-3-osok? Állandóan a láncát lövöm, mert ez hihetetlen. Na nézzük, IS-3-os még egyszer sikerül. Az igen, ez a srác mindent lepattint. Ez mi? Hát ez... Komolyan hihetetlen ez a srác. Ez minden megúsz. Szott. Na, most komolyan. Most komolyan. Nem is foglalkozunk vele, szétlőjük az objektet. És jobb célpont. Vigni. És nem húzunk innen. Na végre valaki lelőtte. Ez már muris. Szó szerint vicces. Világ történelem legjobban páncélzott tankja az IS-3-as. Lesz úgy tűnik. Remélem az E75-ös nem jön még ide fel. Ott van még egy object, húva, ezek itt topzódnak. Ajaj. Ja. Oké, okay. Kaptunk kettőt, jól lesz, hogy elhúzunk innen, mert ránk látnak. És... Oh-oh. Ez a srác teljesen normálatlan módon kitette magát oda. Ne menj vissza! Nem akarsz kérni még egyszer? Ouch. Ez ilyen sármos ügyes. Mert is.
Jól csinált ezt, amit csinált most nagyon. Az igazság, hogy itt az ideje annak, hogy pozíciót váltsunk egy kicsit. Mert... Ó, nézzenek ott az E75-ös, mit csinál. Szia! Ezt a butaságot. Amíg az előbb megpróbálta és nem halt bele, gondolta talán most még egyszer össze lehetne hozni. Meg kell mentenem Szocsát. Az igazság. Nézzük csak, rálátok arra az objektre? Nagyon nem. Nem. Nem akarok nagyon... mit látni a szemeim? Szia! Gyere kijebb egy picivel! Valaki kilőni elő lesz a házat, ez tök buli lenne. Másik oldalon elég nagy tumultus van. Na. Oh, hi. Ilyet, ezt az IS-3-as muszáj egy kicsit becsókolnom hátulra. Mert nem volt szerencsém az IS-3-asokkal. Ágyus ügyelés. Felgyulladhatod volna egy picit. Tudtam volna értékelni. És még csak észre sem vett. Az otyát előtt az object. Ne. Bosszú. Nincs hát? Nincs. Ez még nem lefutott meccs teljesen. Ó. Nem látom. Ó, igen, ez... átfutott. 16 HP. Ez gyorsabb volt, mit hittem. Egyszerűen átment. Kellemetlen. 10-7. 11-7. Oké, azt hiszem, hogy lefutott meccs lesz. Kérdés az, hogy kidugja az orrat még egyszer az object, csak nem fog megvenni. Na mindegy, ezt a srácot lelőjük itt. Tizenegy-nyolc. Hoppá, lelőttük Mirazsant. Az kellemetlen. És nem vagyok egyedül ezen az oldalon. El fogja veszni az RT-jukat. Nem mozdulok, az veszélyes játék. Jó, csak full életem vagyok, egyszerűen bemegyek erre az objektre. Valószínűleg elindult visszafelé a bázisuk, úgyhogy valószínűleg mögé tudok kerülni. Ha meg nem, akkor én mindig kibírok egy lövést, ő viszont nem. Csak nem baltázom el nagyon a dolgot. Ó, igen, itt van. Itt van és... Hát ez kicsit lagoltam, egy picikét lagoltam. Csak ment előre a tank, egyszerűen tudtam megállni. És tölt, még mindig tölt. Elfordulunk és BOOM! Igen. Ennyit megért a dolog. Na most itt biztonságban vagyunk a Magic Object-től. De ezt a lagoz kicsit kemény volt. Néha felmegy 100-ra pingem és csak ment előre a tank, hiába nyomtam, hogy megálljon. Ez jó volt. És azt hiszem, hogy elintéztek, szuper. Nézzük csak, én meg... hogy elmész valamilyen klánba, most nem felejtem magyarra gondolok, mert egy olyan játékos, mint te. Aha. Hát, hogy őszinte legyek, annyira nem gondoltam még arra, hogy klánba menjek, majd egyszer talán, de most még egyelőre nem. Itt különben sincsen túl sok tier 10-esen még, azonban lassan. Hát megnézitek, elképesztő mennyiségű ágon kezdtem eljátszani, tehát nem arra mentem, hogy tier 10-esen legyen, hanem csak úgy élvezem a dolgot. Úgyhogy... Úrzatja nem szület ezt az ilyest, úgyhogy egyelőre még nem gondolkoztam azon, hogy klánba lépek. Na nézzük csak. Annyi valami hetessel. Az előbb már egyszer, mellé ment a Jagdpanzer. Próbáljuk meg még egyszer. Na nézzük csak Máté. Aha, oké, megvannak a hetesek. Az igazság, hogy még mindig nem szeretem ezt a Jagdpanzert. Talán majd a következőt, a Jagdpanzer 2-est, de valahogy... Nem, igazán nem egészen értem, mert elvileg minden megvan benne, hogy jó legyen. És valahogy mégsem az igazi. Nem lő olyan nagyot, mint egy IS, nincsen ágyus ügyedése, mint egy amerikai... Mert az ISU, nincsen ágyus ügyedése, mint egy amerikainak. Valahogy... igazából páncélja sincsen. Különösebben némileg néhány dolgot le lehet patintani az erőső páncéllal, hogyha az ember ügyesen állítja szögbe, de... A legtöbb dolog egyszerűen átmegy rajta, és hogyha... Nem tudom, valahogy nem az igazi. Lehetne egy Dream Team-et is hozni itthon is. Tehetek azt, hogy inkább TD játékos vagy. Érzőből a TD-ket szeretem talán legjobban, mert azokat tudok legjobban érvényesülni random csatákban. Random csatában az igazság, hogy nem szép dolog ezt mondani, de a rossz játékosokat hagyni kell előre menni, hogy ők felfogják az NFL tüzét,
és hátulról érdemes lövöldözni, hogyha belemegyünk a sűrűjébe, annak általában nem lesz jó vége. Ez kell olyan, mint a War Thunderbe, tehát ott érdemes bele zúgni a legnagyobb tömörülés közepébe, és ott reménykedni, hogy majd valami lesz. Nehéz szankok, meg muszáj. Tehát néha egyszerűen a csapat érdeke megköveteli, hogy az ember előre menjen. És hogyha rátok ugranak, akkor az kellemetlen. Ettől függetlenül persze nagyon simán lehet kerizni nehéz tankkal is, hogy az ember ügyes benne. De én valahogy jobban érzem magam, hogyha távolról szoktam az észt. Stílus kérdése egyébként szerintem. Ki melyiket tud érvényesülni? Van, aki közepes tankokkal tud, mert ők gyakorlatilag... Tehát szerintem igazából a legnagyobb esély arra, hogy az ember jól kerizzen egy meccset, közepes tankkal van. Mert ők a legmobilabbak, hogyha tökéletesen használja őket valaki, akkor közepes tankkal lehet a legnagyobb pusztítást végezni. A TD-knek megvan az a hátránya, hogyha mi vagyunk utoljára, tehát hogyha az ellenfél lelőtt a csapatunk jelentős részét, akkor egyszerűen nem lehet, a legtöbb esetben nem lehet megúszni, mert nincsen meg a páncélotokhoz. Hogyha rátok zuhannak 3-4-en, akkor egyszerűen meg fogtok halni. Nem nagyon lehet elkerülni a dolgot. Ez egy érdekes agresszív manőver volt ettől a T1 Heavy-től. Miért nem alapítok klánt? Húha, mi van itt? De kéne figyelnem egy kicsit a játékra is, úgy érzem. Nem tudom, egyszer talán alapítok lehet, de igazából nem tudom, hogy mi értelme lenne. Majd talán, hogyha sokat streamelek ezután, remélem, hogy lesz időm streamelni többet, és most, hogy megvan a jó netem meg a beállítások, így most már lehet. Akkor majd talán gondolkozunk ilyesmén. Ó, ez kilátszottad? Komolyan nem megint ebben azt mondogat. Na most komolyan. Ó, mindkettel lepattantunk, de az volt, hogy még egyszer fog lőni. Hát ez csúnya volt. Lássuk be, de ez csak egy Panther M10-es, szóval. Semmi gond. Szóval megvetesem. Ouch! Van itt egy T25-es is valahol. Ez viszont fájt. De jó, hogy most mész át előttem. Köszi, öreg, köszi. Húha. Ez veszélyes, most hogyha fedezőkbe vonulunk. Akkor egy kicsit kijebb jönni. Lehet sebezni ezt a részét? Nem, nem hiszem. Fú, itt sokan vannak, az igazság. Ez vigyázzon. Oh-oh. Lehetek agresszívabb talán. Másnak ezt simán lepatította volna, de Panthernek kézben nincsen páncélja. Oh. Ezt nem igazából esélye sincs erre. És ez is átment. Ez a srác aranyan lő vajon? Na, kíváncsi vagyok. Azt hiszem ezzel el is van intézve a dolog, már csak egy konvál van, ezt már tényleg lövi, remélhetőleg. Ne állj be elém! Így, köszi. Nem szeretem a kisebb ágyút a jágpantanen, abszolút nem érdekel be valami szinte, hogy mennyi a lőszer ára. Különösebben, tehát úgyis pozitívban jövök ki, tehát igazából teljesen mindegy. És ez jóval nagyobbat sebez, és pontosságban meg egészségben semmiben nem rosszabb. Néha, tehát az ilyen típusú tankkal, aminek nincsen tornya, nagyon-nagyon jó az, hogyha az ember egyszerre nagyot tud lőni. Hibázd el. Csapogod. Oké. Okay. Tehát szerintem minden nagyobb sebzés kell ilyenkor. A tornyos TD-ken meg lehet csinálni azt, hogy az ember lő egyet, és utána visszamegy fedezőkbe ezekkel a fiúkkal, akiknek nincsen, muszáj minden nagyobbat lőni. Szerintem sokkal előnyösebb a nagy ágyuk. A Pantherem. Na nézzük, mivel akarnak menni a fiúk. T49-es. Hú, hát az bulli lesz, hogy T49-es, menjünk már.
De egyébként ez egy stílus kérdése, tehát hogyha valaki jobb szereti a kisebb ágyút, akkor hajrá. Az angolok mondják, go for it. Tehát, ha valaki azt működése tudja bírni, hogy kisebb sebzéssel gyorsabban lő, de az igazság, hogy sokszor van olyan helyzet, amikor egy tank megjelenik, és egy néhány pillanat alatt kell nagyot lőni, és nincs idő második lövésre, akkor pedig sokkal jobban nagyobb sebzés, szerintem. Mint TD mindenképpen. TD-n és nehéz tankon a nagyobb sebzés az mindig jobb. A T49-es, nézzük meg, ez egy jó példa arra, hogy miért jobb. Itt jó a kis sebzés, egyszerűen azért, mert a hihetetlen ágyús ügyedésbe beállok egy domb mögé, kilövök, visszamegyek. Lövök, visszamegyek. Ezt meg tudom tenni. Jágtmenter, ezt nem tudom megtenni, nincs ágyús ügyedés, és nincs torony. Tehát ki kell tennem az egész tankot megint, nehézkesen. Ez pedig általában öngyilkos manőver. Mrs. Fallon nem játszik. És miért nem használsz több modot? Mert fölösleges. Szerintem az XP-en bőven elég. Igaziból. De persze tudhatnám azt, hogy mivel lőnek rám meg ilyesmi, de az csak zavarja az embert, inkább arra kell koncentrálni, hogy hogyan játszunk. Például múltkor láttam Szocsánál azt, hogy tehát neki rengeteg mód van fent, és olyan volt a képernyő, mint valami, nem is tudom, karácsonyi dekoráció, tehát tele volt minden színekkel, meg mindennel, az neki meg kicsit sok. Így egyszerre. YOLO. Ez jó. Ez megint preferencia kérdése. Van, aki szereti több infót. Szerintem az XP-en bőven elég infót ad arra, hogy... Hoppá! Oda kéne figyelni, mit csinálok. Tehát az XP-en elég arra, hogy azt csináljam, amit kell, és a többi az már szerintem egy kicsit túl sok már. Régen használtam ilyen kozmetikai modokat, mint például a Space Marine hangok. Amiket nagyon szerettem. Az a baj, hogy például, hogyha felteszek YouTube videót, akkor a YouTube beleköt abba, hogy az nem a játékhoz tartozik, illetve más tulajdona, úgymond, a Space Bunny hangok. És ezért inkább abba hagytam. Ó, hát ez... Aha, már értem. Komolyan eltaláltam? Ez komolyan, még egyszer eltaláltam. Mondja valaki azt, hogy nem pontos a C49-es. A srác mindjárt vissza is ment. Carbon answer. Ups, ez egy picit gyorsabb volt, mint gondoltam. Az oda lövünk egyet, de... Ezek a srácok aztán gyorsan akarnak áttörni. Először eltalálom. Hát, annak az esélye, hogy eltalálom gyakorlatilag nulla. Így azon meg fognak látni. Egész jól áttörtek, bár mondjuk már rengeteg embert is vesztettek. Hoppá. Szia. Au. Au, 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 au. Te gyors vagy, te jó ég. Ezt jól elbénáztam. Jól lesz, hogy ne elhúzni. Az igen. Ezt nem hittem, hogy ez a srác el fog menni mellettem, de olyan hiszem, neki más is szépen kijátszott. Oké. Okay. Valaki befejezte. Ez egy nagyon csúnya kemperős pálya egyébként máig, tehát hiába vették ki és alakították át, igazából sok minden nem változott. Akkor már jobban szerettem a régi változatot. Régen használtam célkereszt modot, de megint csak igazából sokkal nem volt jobb. Teljesen jól működik ez is. Igazából csak minden egyes patchnél újra kell vacakolni vele, hogy az ember bemásolja a mod folderbe, és akkor már egyszerűbb, hogyha az alapot használom. Oh, hello. Na, kidugsz valamidet. Jó magasabb BDR. Penetration átment. Akkor csak lagolok és későn vettem észre. Sebzést. Húha. Aj! Megint nem figyelek oda. Ez így veszélyes játék lesz, úgy érzem. Itt az ideje, hogy elhúzzunk innen. Melegebb éghajlat. Hát, nem is tudom. Nem. Hősök leszünk. Ezt figyeljétek. A hősök persze korán halnak, de mi hősök leszünk. Kihasználjuk ezt a kis dombocskát itt.
Így. És kidugják az orrukat. Akkor jó, orrba vágjuk őket. Ott jönnek. Dug csak ki, dug. Nem, nem dugod? Ó, oh, fene egye meg. Ó, oh, ez pontos ágy. Kritikus sebzés. Ó. Oh. Szóval páncélese felé nem akarok kimenni. Hú, mekkora lagom volt megint. Jó, oh, igaz, veszélyes így játszom. Szia. Ennyit megért nekem. Közben az árték folyamatosan ide bombáznak. Hagyjuk a többieknek, egy kicsit felvegyék a tüzet. Mindig megnézem ezt a Panzer 3-ast ott. Bocsánat, 4-es. Annál jobb. Vajon lát engem ez a nagy kérdés? Vajon nem. Á, elment volna, de szóta lövünk még egyet. Na most már megszokták, hogy nem vagyok ott, most visszamegyünk picit. Nem, nem. Itt a Marder. Jó, felállja meg. Lát vajon? Nem. Hey, lepattantam a BDR-ről. Most lát. Jó, a többit elintézi majd szotya. Nem, ez Máté. Vajó, lepattintottam valamit. Mi történt? Ú, itt valami van. Nézzük csak, ez a Marder 2-es van, meg egy Matilda, meg egy B1. Nézzük, az átítól kell csak félnünk egy kicsit. Nem tudom, eltelen ez kicsit van. Megvan. Na, itt az idő, hogy előre törjünk. Na, így használjuk ki az ember a dombokat, a T49-esre. És igazából ennyi az egész. Felállunk egy kicsit, körülnézünk. Ah, megyünk, nem szórakozunk. Matilda annyira nem veszélyes, még sok életem van, és nagyon picikető. Itt majdnem ugrattam egyet. Felmegyünk arra a dombra, hogyha... Na, ott... Ah, igen, na mindegy, felmegyünk a dombra. Van, max élete van, úgyhogy... Hoppá! Lelőtt valakit. Szerintem Szocsa be fogja forgatni simán. De azért segítek. Oké. Okay. Belelőnk egyet, és meghagyjuk Szocsának a többit. Most így belegondoltam, inkább ezt is meg kell hagynom Szocsának, de úgyis le fogja venni előle a Dodge Volkswagen 2-es. Úgyhogy így is megvan. Ja, az nem Szocsa, hoppá, most nézem, végig Mátéról van szó. Oké. Okay. Cancer Cash. Ó, még van egy B1-es is, most nézem, azt majd Szocsa tényleg bekapja. Én egész végig azt hittem, hogy Szocsa van mellettem, mert kiderül, hogy mire zsan volt. Továbbra is állítom, hogy hát, jó, persze ez a ti dolgotok, de szerintem nem a modokon múlik, mint hogy nem is a legénységi képességeken, egyszer csak azon múlik, hogy jó játékosok lesztek-e, hogy hogy használjátok a játékot, illetve a tankotokat. Szerintem. Nézd, nem akarom lelőni ezt a B1-est, ezt meg akarom annyi Szocsának, de ha kijön elém, valószínűleg nem fog. Na, meggyulladt. Oké, okay, szuper. A legénység képessége minimális mértékben segít. Az egy, a hatodik érzék fontos, illetve a rejtőzködés meg a javítás szerintem csak ezek. Az összes többi az olyan minimális mértékben befolyásolja a tankot, hogy egy rossz döntés, és az sokkal nagyobbat számít, mint bármilyen legénységi képesség szerintem. Tehát az a baj, hogy az emberek ebben a játékban nagyon-nagyon nagy szerepet tulajdonítanak a legénységnek, holott az ilyen 5%-ban sem befolyásol dolgokat sokszor. A hatodik érzék az félelmetesen fontos. Szocsáig valamilyen nagyon rá vannak elvezetve a 7-es szintű tankokra, de vagy miért? Na mindegy. Nézzünk valami 7-est. Tigris. Menjünk egyet a Tigrissel. Így van, tehát ahogy mondom, a 6. érzék az nagyon-nagyon fontos, főleg egy TD-n félelmetesen fontos, közepes tankon, könnyű tankon, még a nehéz tankokon is nagyon fontos. Szerintem az a legópibb, a legerősebb képesség az egész játékban. És utána ha TD-vel vagytok, akkor a rejtőzködés, hogyha nehéz tankkal, akkor
a javítás. Ezek nagyon fontosak, mert ezek megmentetik az életeteket konkrétan. Tehát, hogyha az ember úgy lövöldözhet, hogy nem látszik, az egy óriási előny, illetve hogyha lelövik a láncát, és nem kell használni a javítócsomagot, mert pillanatokat felrakja, az is egy nagyon nagy előny. De az, hogy egy kicsivel gyorsabban mozott, egy kicsi, icipicivel messzebbre látok, és ilyesmi, hogyha utána néztek a Wotwikin mondjuk, vagy valami, hogy mennyit javítanak ezek a képességek, itt ilyen 3%-ot, meg ilyesmiket, nem hatalmas tényező. Az, hogy merre indultak el a pályán, hogy merre lőttök és mire, meg hogy eltaláljátok a gyenge pontot, ez sokkal, de sokkal fontosabb.